Sziasztok, üdvözlök újra mindenkit itt a csatornán. A 2019-es évem nem volt a legtartalmasabb YouTube szempontjából. Ha minden igaz, akkor 9 hónappal ezelőtt töltöttem fel utoljára videót, de így 2020-ban ez teljesen megváltozik. De még mielőtt beleszaladnánk ebbe a témába, hadd meséljek egy picit a 2019-es évemről. Egy nagyon izgalmas évvel tudhatok magam mögött, ugyanis tavasszal sikerült lediplomáznom, és az akkori időszakomban ez minden energiámat elvitte. Közte volt egy költözés is, illetve a nyár folyamán nagyon sokat utaztam, pihentem, nagyon sokat extrém sportoltam, és igyekeztem a munkámban is eredményeket elérni. Szóval a 19-es évem az így zajlott, nem volt a legproduktívabb YouTube szempontjából, de most ezen teljes mértékben változtatok. Idén egy nagyon érdekes videósorozattal készülök számotokra, ami remélem számotokra valóban érdekes lesz, viszont számomra biztosan egy nagy kihívás, és remélem ezen együtt végig fogunk haladni. Szóval a videók rendszeresen lesznek publikálva, ha minden igaz, akkor ez a hétfő és a szombat egy bizonyos időpontban, ezt majd a YouTube borítón fel lesz tüntetve, és ott látni fogjátok. Tudom, a tavalyi évem nem volt a legtartalmasabb, viszont ezen idén úgy szeretnék változtatni, hogy előre elkészített videókat a megbeszélt napokon lesznek publikálva, így tényleg azt próbálom elérni, hogy folyamatosan legyenek videók, ti sem maradjatok tartalom nélkül, és én is ezt az egész sorozatot be tudjam nektek mutatni. Így is, hogy nem voltak videók, nagyon sokan csatlakoztatok a YouTube csatornámhoz, amit ezúton is köszönök, nagyon hálás vagyok a feliratkozásokért, illetve a negatív, de leginkább a pozitív kommenteknek, nagyon örültem neki, és remélem tényleg érdekes lesz számotokra ez a sorozat, én már nagyon várom, hogy elkezdjük, szóval találkozzunk a következő videóba, és még mielőtt véget érne, tekintsétek meg a trélert. Mielőtt véget érne a trélert, ugye hozzátartozik, hogy nincsen garázsom,